Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora, április 17-én hétfőn. A múlt héten kétnapos látogatást tett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Novák Katalin köztársasági elnök. Végigkövettük a programjának nyilvános helyszíneit. Voltunk Nyírbátorban, a határ túloldalán Nagykárolyban, ahol román tüntetők zavarták meg Kölcsei Ferenc szobrának leleplezését. Voltunk az új görög katolikus múzeum avatásán és Kékcsén a női polgármesterek találkozásán. Kindrusz Emese foglalta össze a két nap eseményeit. Honvédelmi előjárók és nevelők, Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Szabó Tünde országgyűlési képviselő fogadta Novák Katalint múlt szerda délelőtt Nyíregyházán. Magyarország köztársasági elnöke vármegye járásának első állomása a Miketsz-Kálmán Honvédelmi Kollégium volt. Az államfő az intézmény kadétjaival ismerkedett, majd a Nyíregyházi Egyetem sportpályáján tartott katonai testnevelés órán láthatta, milyen nevelésben részesülnek a kollégiumban lakó középiskolások. Ez pedig már Nyírbátor, az Éltes Mátyás általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola udvara. Több százan öltöztek kékbe az autizmus világnapján. A kék séta Novák Katalin vezetésével indult. A csillagfényes Éltes Alapítvány első alkalommal szervezte meg az eseményt, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az autizmussal élőkre. Intézményünkben 200 tanuló tanul. Április 2-a az autizmussal élők világnapja, és mi szerettünk volna erre az alkalomra egy olyan rendezvényt összeállítani az intézményünkbe, ahol meghívjuk a város egyéb iskoláiban tanuló gyermekeket, pedagógusokat, dolgozókat, civil szervezeteket, az egyházak képviselőit, mert szeretnénk, hogyha az autizmussal élőket minél jobban megismernék, elfogadnák és segítenék. Igazából a mai rendezvényünknek is ez volt a célja, hogy minél szélesebb körben megismertessük az autizmussal élőket a hétköznapi emberekkel. Simon Miklós országgyűlési képviselő úgy véli, a köztársasági elnök látogatása nagy segítséget jelent abban, hogy felhívják a közvélemény figyelmét az autizmusban élőkre és a velük foglalkozó szakemberekre. A csillagfényes Éltes Alapítvány egy nagyszerű rendezvény ötletével állt elő ezelőtt néhány héttel, és a lényeg az, hogy az autista világnap alkalmából egy sétát szervezzünk a kerékpár úton a 471-es mellett, és ezt az alapítvány felkarolta ezen kezdeményezést, és nagy megtiszteltetés ért bennünket, a térségünket azáltal, hogy Novák Katalin elnök asszony elfogadta a meghívást. Szerdán délután Nagykárolyban avattak Kölcsei szobrot az államfő jelenlétében. A város főterén román idő szerint 16 órakor már gyülekeztek a magyar ünneplők és a román demonstrálók. Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere megnyitó beszédében úgy fogalmazott, Kölcsei Ferenc megérdemli, hogy Györfi Lajos szobrászművész alkotása révén újra Nagykároly mindennapjainak részévé váljon. Reményekre ad okot, és örülök, hogy a hazai meghívottak mellett magyarországi közjogi méltóságok is jelen vannak ma Nagykárolyban, Párciumban, mint ahogy általában székelyföldi avatókon. Ezt a jó szokásokat remélem ezután is megtartják, ha másért nem, hát Kölcseiért és a himnuszért. Üdvözöljük újra Nagykárolyban Kölcsei Ferencet! Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök helyettese, beszédében felidézte a honfoglalás 1000 éves évfordulójára készített korábbi kölcsei szobor történetét. A Károlyi kastély előtt álló szobrot ugyanis ismeretlen tettesek az 1930-as években először csak megrongálták, majd fejét lefűrészelték. A politikus szerint a himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából egy kölcsei szobornak bárhol méltó helye van, ahol magyarok élnek. Emellett hangsúlyozta, a költő nem csak az irodalmat, de a közéletet is szívügyének tekintette. Hölgyeim és uraim! Legkevesebb 3 okát látom annak, hogy Kölcsei Ferenc szobrának jó helye van Nagykárolyban. Egyrészt a himnusz szerzőjeként, az egyik legnagyobb magyar költőként helye van bárhol, ahol magyarok élnek,
ez nem vitás. Nagy Károly annak a nagyjából 50 kilométer sugarú körnek a központja, ahol Kölcsey élete nagy részét töltötte. Másrészt itt Nagy Károlyban vált politikussá, bár úgy tartották, hogy magányos ember Kölcsey, de az ő élete is olyan volt, mint ezen a vidéken sokaké. Egyszerre tudós, költő, irodalomszervező és közéleti ember, mert ilyen volt a kora. Megkövetelte, hogy egy tudós, egy költő ne csak a nyelvvel foglalkozzon, hanem a nemzetével is. Ne csak az írással, hanem a hazával is. Kölcsey és kortársai nélkül bizonyára nem lett volna, vagy teljesen másképpen lehetett volna a szabadságharc. S bár Kölcsey azt nem érhette meg, ám mindazok, akikre hatással volt a forradalom élvonalában, annak alakítóiként maradtak meg a történelmi emlékezetünkben. A magyar állam támogatásával készült műalkotást Novák Katalin köztársasági elnök vette védnökség alá. A közös jövőnkért és a közös múltunkért ki kell állnunk. Nem csak közös jövőnk, közös múltunk is a tét. Tisztelt ünneplők! Nagy Károly városa büszke lehet Kölcsey Ferencre, hiszen itt szavazták meg, hogy ő legyen Szatmár megye követe az országgyűlésben. De büszkék vagyunk rá mindannyian, mert Pozsonyban nem csak Szatmárt, hanem az egész országot képviselte. Küzdött a magyar nyelv jogaiért, a vallásszabadságért, leginkább pedig a jobbágyok szabadságáért is szeretett volna tenni az önkéntes örökváltság megvalósításával. Hatni, alkotni akart, és gyarapítani a nemzet erőit. Ami tőle telt, azt meg is tette. Védelmére kelt Veselényi Miklós barátjának, amikor koncepciós perbe fogták. Tanítatta unokaöccsét Kálmánt, amikor az elvesztette édesapját. Mintha saját gyermeke lenne, kinyújtotta felé kezét, erkölcsi intelmeket írt neki. 200 évvel ezelőtt, egy téli napon Szatmár vármegye egy kicsiny falujában Nagy Károly későbbi főjegyzője versben idézte maga elé a magyar nép zivataros századait. Kölcsey Ferenc szerzeményét először csak rokonok, barátok, költők láthatták. Idővel aztán egyre több ember szívét hódította meg a himnusz. Először egy gőzhajó avatásakor emelte az ünnep fényét, majd felhangzott templomokban, iskolai évnyitókon, világversenyek díjátadóin. Sokak szemébe csal könnyet, pünköstkor a csíksomlyói nyeregben, nemzeti ünnepeken, a budapesti Kossuth téren, szilveszterkor, otthon, családi körben, vagy nyújt támaszt mindenkor magányos, hazájuktól messzire szakadt magyarok számára. Györfi Lajos alkotását a Városháza előtti téren a köztársasági elnök leplezte le. A költő egész alakos bronzfigurája mögötti tömbön a himnusz partitúrájából látható részlet. Az államfő másnap a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum átadására érkezett. Az ünnepségen megáldották és felszentelték az épületet. A múzeum megépítésével nem csak a görögkatolikus metropólia kulturális intézményrendszere vált teljessé, de Magyarország is egy egyedülálló kulturális intézménnyel gazdagodott, ez ugyanis a világ első felekezeti görögkatolikus múzeuma. Az ünnepségen Kocsis Fülöp érsek metropolita azt hangsúlyozta, fontos, hogy az Istenhez tartozást nem csak személyesen, hanem a közösségben is megéljük, ez erősíti hitünket. Ez a múzeum, mint mondta, nem a múltról szól, hanem arról a jelenben élő közösségről, amelynek múltja és jövője van. Ez az újonnan fölépített épület, magyar görögkatolikusságunknak kulturális szentélye, a szorgos és kitartó szakmai munkás nem különben a hitben elkötelezett odaadás eredményeképpen úgy mutat be, hogy közben tanít. Úgy magyaráz, hogy közben nem csak ismereteket ad, hanem erősíti is ezt a hitet, mivel nem csak rólunk emberekről szól, hanem arról a meghívó Istenről, akinek mindezt a gazdagságot köszönhetjük. Dicsérhetjük őseinket, akik ezeket a kincseket ránk hagyták. De elsősorban Istent illeti a dicséret, aki annak idején őket is ennek a színes hitvilágnak a megnyilvánulásaival gazdagította. De azzal dicsérhetjük őseinket, és az őket gazdagító Istenünket leginkább, ha hűségesen átvesszük, hitelesen megéljük, és
érthető módon tovább is adjuk ezt a kincstárat. Az átadás alkalmából tartott liturgián részt vett Novák Katalin köztársasági elnök is, aki beszédében elmondta, Magyarországon hosszú évek óta az egyházak megerősítése a cél. A nemzet ereje abban is áll, sőt, talán elsődlegesen abban áll, ha hű marad lelki, szellemi és tárgyi örökségéhez. A magyar államiság egyidős a magyar kereszténységgel. Értékeink, amelyekbe kapaszkodunk és amelyekhez ragaszkodunk, csak ebben a keretben, a nemzeti és a keresztény gondolat egymásra hatásában értelmezhetőek. A kereszténység volt az az igazodási pont, amely megőrizte hazánkat a történelem útvesztőiben. Egyházaink azok az intézmények, amelyek menedéket jelentettek és reményt adtak a legnehezebb időkben is, amelyek példaképeket, vezetőket adtak akkor is, amikor erre az állam nem vagy nem az egész országban volt képes. Ma a világ alapvető értékei ugyanolyan jelentőségűek, meghatározóak, mint bármikor. Hiába akarják sokan elhitetni velünk ennek az ellenkezőjét. Hiába próbálják a közösség legkisebb, legbensőségesebb és legerősebb magját, a családot egyre hangosabban átértelmezni, kikezdeni, a hagyományos családmodellt meghaladottnak kikiáltani. Hiába igyekeznek a hit megélt gyakorlását, a személyes tanúságtételt nem kívánatosnak minősíteni. Az értékeink ugyanazok, mint 2000, 1000 vagy 100 éve. És ebből nem engedünk, nem is engedhetünk. Ebben éppen ez a kétségbeesett kísérlet, a házasság, a hagyományos család, a hit és az erkölcs megkérdőjelezésére az, amely újra és újra megerősít bennünket abban, hogy a keskeny úton kell maradni, és hirdetni az örömhírt. Az egyházak fontos világító tornyok ebben a modern viharban, amelyben minden kavarog, örvénylik, amelyben egyre nehezebb szilárd talajt érezni a talpunk alatt. Több évezredes az a tapasztalat és az a tudás, amellyel rendelkeznek. Őrzik a hitet, amely a Szentíráson keresztül reményt és jövőt ad az emberiségnek. Távlatot és bátorságot adnak, az értékeinkért történő kiállás bátorságát. Ma Európában és a világon sok helyütt közömbösséget tapasztalunk a keresztény értékekkel szemben. Egyre többen fordulnak el az egyházaktól. Napról napra olvassuk a híreket a lebontott, irodává, kocsmává, lakásra alakított templomokról, sokat pedig egyszerűen veszni hagynak. Magyarországon azért dolgozunk, hogy megerősítsük egyházainkat, megbecsüljük őket, támogatjuk szolgálatukat közösségeinkben, és építünk arra a biztos alapra, amelyet a nemzet számára nyújtanak. Szabó Irén, a múzeum igazgatója elmondta, a múzeum átadásával egy időben az intézmény állandó kiállítása is megnyílt. Az Ablak az örökké valóságra című tárlaton egyházművészeti alkotásokat, írásos dokumentumokat láthatnak az érdeklődők, melyek mindegyike a görögkatolikus egyház liturgikus életéhez kapcsolódik. Hozzátette, a görögkatolikus múzeum küldetése többek között, hogy a világra nyitott közösségi múzeumként működjön a helyi és a tágabb kulturális életben. Mint mondta, a görögkatolikus értékek még felfedezésre várnak, ebben is nagy szerepet vállal az intézmény. Egyrészt feladata, hogy tematikus múzeumként gyűjtse, megőrizze, kutathatóvá tegye és bemutassa a görögkatolikus egyház különleges tárgyi kultúráját. E területen óriási munka és nagyon sok elvégzendő feladat vár még a múzeum munkatársaira. Mindezt a múzeumi intézményi keretek kialakításával kell párhuzamosan a szakmai feladatokat is egyaránt megoldani. Másrészt a múzeum gyűjtőkörébe tartoznak a Magyarország területén fellelhető keleti keresztény egyházakhoz kapcsolódó tárgyi emlékek. Így került a múzeumunk tulajdonába egy magángyűjtő több mint 250 darabból álló ikonhagyatéka, amelyből most válogatást láthatnak a múzeum megnyitása alkalmából. A múzeum nem csak a görögkatolikus kulturális és történeti örökség feltárásának, kutatásának, a tárgyörökség mentésének, kezelésének és bemutatásának helyszíne, hanem az egyház evangelizációs munkájának is helye egyben. A több mint 2000 négyzetméteres, többfunkciós épületben tanulmányi ház, konferenciaterem, restaurátor műhely és vendégház is helyet kapott.
A vármegyejárás utolsó hivatalos helyszíne Kékcse volt. A köztársasági elnököt kisiskolások fogadták a községben, majd egy közéleti beszélgetésen vett részt, ahol a vármegye összes női település vezetője, köztük Kékcse polgármestere fogadta. A meghívottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterasszonyok és nagyvárosok alpolgármesterasszonyai. Novák Katalin köztársasági elnök asszony ma délután Kékcsén egy közéleti beszélgetést tart, csak a nőket hívtuk meg, azért, hogy megbeszélhessük, hogy a női vezetőknek milyen a helyzete a vezetésben. Tudjuk azt, hogy ahol női vezetők vannak, ott nagyobb az empátia, nagyobb a akarat. Jobban tudják a települések életeit szervezni, és nekik, ami problémájuk, ami nehézségük van, a család. De mindannyian már gyakorlott polgármesterek vagyunk, tudjuk azt, hogy amikor vállaltuk ezt a feladatot, akkor mindannyiunk családja örömmel fogadta a felkérést, büszke volt rá, hogy a feleségük, édesanyjuk polgármester lesz, és büszkék arra, hogy vezetjük a településeket. Tehát a családtól, amit elveszünk, vagy kölcsönkérünk, inkább így mondanám, kölcsönkérünk időt, azt időnként vissza szoktuk adni nekik. Az államfő beszédében többek között azt hangsúlyozta, sokkal kevesebb női vezető tevékenykedik a közéletben, mint férfi. Ezért nagyobb felelősség és figyelem irányul rájuk. Ezzel együtt bizonyítani kell a felnövekvő generációnak, hogy a nőknek nem muszáj választaniuk a család és a hivatás között. Az a megtiszteltetés adatot meg nekem, hogy én lehetek Magyarország első női köztársasági elnöke, az egy többletfelelősséget is ró rám. Sokan azt mondják, hogy ennek nincsen jelentősége, hogy nő a köztársasági elnök, ugyanolyan, mintha férfi lenne. Én ezzel vitatkozom, én úgy érzem, hogy van jelentősége annak, hogy meg tudjuk-e üzenni azt a fiatalabb lányoknak, nőknek, akiknek fontos a családjuk mellett a hivatásuk is, hogy akár a legmagasabb közjogi tisztség is elérhető ugyanúgy egy nő számára Magyarországon, mint ahogy egy férfinak. És úgy érzem, hogy az is egy többletfelelősséget jelent, hogy önöknek is, akik minden nap hasonlóképpen hozzám igyekeznek a családi életet összeegyeztetni a hivatásukkal, azt igazoljam vissza, hogy én is ugyanúgy küzdök, mint önök, és hogy ennek a küzdelemnek meg lehetnek az eredményei a munkánkban is, ugyanúgy, ahogy a családi életünkben is. És talán többletfelelősség abból a szempontból is, hogy miután mi nők a közéletben sokkal kevesebben vagyunk, mint a férfiak, hogyha mi elbukunk, akkor az a nőknek a kudarca. Hogyha egy férfi bukik el, az csak annak az egy embernek a kudarca. Ránk viszont sokkal nagyobb figyelem irányul, éppen azért, mert kevesen vagyunk. Hogyha valaki a közéletben, vagy egy olyan területen, ahol általában alul képviseltek a nők, nem sikeres nőként, akkor azzal esetleg elrontja az utána jövő mellette lévő nőknek az esélyeit is. Ez a férfiak esetében sokkal kevésbé van, így a nagyszámok törvénye szerint is. Tehát ilyen szempontból is kutya kötelességem jól végezni a munkámat, mert nem szeretnék a nőkre szégyent hozni, sőt azt szeretném, hogyha büszkék lehetnének arra, hogy ki a maga területén képes helytállni, ki a maga tisztségében képes elvégezni a feladatait. És azért is örömteli, hogy ebben a körben találkozhatunk, mert éppen nem messze innen, ezen a vidéken volt először az, hogy női polgármesterekkel találkoztam egy korábbi pillanatban, korábbi helyzetben, és akkor is olyan jó volt azt a visszaigazolást megélni, hogy önöknek is, ahogy nekem személyesen is fontos az, hogy megerősítsük egymást a mindennapi küzdelmeinkben. Az, amit önök végeznek nap, mint nap, az alig különbözik attól, amit én teszek. Önök is egy közösségnek az élén állnak, vagy az első sorban, vagy a második sorban, de mindenképpen olyan feladatot, olyan felelősséget vállaltak ennek a tisztségnek az elfogadásával, vagy az arra való jelöltséggel, a megválasztásnak a küzdelmével, vagy a feladatnak az elfogadásával már, amely arról is szól, hogy a saját legszűkebb környezetükön túl többekért is készek, hajlandóak áldozatot vállalni. Hiszen egy településen, akár egy egészen kis településen vezető tisztséget betölteni, az nem csak a pompáról, ragyogásról és csillogásról szól. Hogyha azt halljuk, hogy valaki polgármester vagy alpolgármester, akkor sokan, akik ezt a világot kevéssé ismerik, azt hiszik, hogy ez csak arról szól, hogy fogadásokra kell menni, hogy meg kell jelenni, és mosolyogni kell, tárgyalni kell, és elegáns helyeken, elegáns környezetben elegáns dolgokat kell mondani. Ez nem is valójában nem is munka. Látom a mosolyogból, hogy mennyire nem így van
ez az önök életében sem. Bizony föl kell tűrni azt az ingújat, bizony föl kell venni a gumicsizmát, hogyha arról van szó, bizony meg kell fogni a munkának a végét, és bizony egy-egy közösségnek az élén, pláne női vezetőként meg kell mutatni, hogy éppen mi vagyunk azok, akik először nyúlunk hozzá, hogyha valami feladat adódik, és nem arra várunk, hogy valaki más végezze el helyettünk. Önök ezt teszik nap, mint nap, és azt hiszem, hogy mindannyiuk életében ezzel párhuzamosan van jelen a család. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 229 településéből 54 élén áll női vezető. Ez kevesebb, mint az összes település negyede. Novák Katalin látogatásának egyik csúcspontja az új görögkatolikus múzeum Nyíregyházán. Múzeumnak hívják, de annál sokkal többet tud és kínál ez az intézmény. A múzeum igazgatója Szabó Iréna vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt gondolom, nem mondok vele nagyot, hogyha azt mondom, hogy valóban. Tehát ez ugyan múzeum röviden, de azért ez sokkal több annál, mint egy egyszerű múzeum, ahova tárlatokat megyünk és megnézünk. Igen, ez valóban így van. A múzeum egyrészt az intézményünk, és ez is van kiírva, de ez egy komplex kulturális intézmény. Nem véletlenül van a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola szomszédságában. A két intézmény szervesen összekapcsolódik. Az egyik az oktatás és a tudományos munkának a szintere. A mi intézményünk pedig egyrészt a tudományos kutató munkát segíti és alátámasztja, másrészt pedig olyan kulturális programoknak tudunk helyet adni, ami részben a múzeum anyagához kapcsolódik, részben a görögkatolikus egyház életéhez, történetéhez, részben a tudományos eredményeknek ad publicitást. Ugyanakkor szeretnénk egy a városra és az ide érkező turistákra, látogatókra nyitott kulturális intézményként olyan programokat is szervezni az eljövendő időben, ami túllép a felekezeti határokon. A sajtóközleményen olvasható az, hogy a világon görögkatolikus ilyen intézmény nincs még egy tudomások szerint, mint amilyen ez. Ekkora hiátus volt ebben? Ekkora igény volt erre? Igen, ez valóban így van, hogy ez tényszerű, ez a megállapítás, bár lehet, hogy sokak számára egy kicsit furcsán hangzik, hiszen a világban számos helyen lehet látni ikonokat, ikonmúzeumokat, akár nagy, híres nagy múzeumok gyűjteményeként, vagy tematikus múzeumként lehet Albániában, Szlovákiában, Lengyelországban tudunk ikonmúzeumokról, de az, hogy egy egyházi közösség a saját történelmének feldolgozására, az egyházművészeti liturgikus tárgyak bemutatására múzeumot és egy ilyen összetett kulturális intézményt hoz létre, ez görögkatolikus egyházon belül még nincs. Tehát ez ilyen értelemben hiányt pótló. Szeptemberben találkoztunk, amikor még félkész állapotban volt a múzeum, de még a költözés el sem kezdődött, és akkor említette azt, hogy azért is fontos volt ezt létrehozni, mert több helyen is, nagyon sok helyen volt, gyakorlatilag nehéz volt egy teljes képet kapni arról, hogy milyen tárgyi emlékeket őriz a görögkatolikus egyház. Most úgy érzi, hogy akkor minden, ami fontos, ott van? Ez korán sincs így, nem. Amiről akkor beszéltünk, arra utaltam, hogy éppen azért, mivel a görögkatolikus egyháznak Magyarországon nem volt múzeuma, nem voltak olyan gazdag püspökségek, olyan paloták, ahova esetleg ilyen műtárgyakat össze lehetett volna gyűjteni, az egyházunk anyagi helyzete sem tette ezt lehetővé az elmúlt évszázadok során. Ezért az egyházunkhoz kapcsolódó történeti és művészeti emlékek Magyarország más múzeumaiban találtak otthonra. Ezeket a kutatóink most már lassan feltérképezik, hogy hol mi található, de 1983 óta, mióta Timkó Imre püspök megalapította a görögkatolikus egyházművészeti gyűjteményt, a hozzánk tartozó egyházunk életéhez kapcsolódó kulturális tárgyanyagot ide gyűjtjük. Yeah. Csinálunk egy kicsit kedvet a látogatóknak. Holnap, azaz kedden lesz az a fajta közösségi megnyitó, ami után már bárki bekopogtathat önökhöz. Ikonokon túl mi az, amit ott meg lehet nézni, és ikonok közül melyek azok, amelyek esetleg talán a legizgalmasabbak, hogyha szabad ilyen profánul fogalmaznom egy ilyen görögkatolikus múzeum esetében? A látogatók előtt május 1-én nyitjuk a múzeum kapuit. Május 1-e munkaszüneti nap, ezen a napon ingyenesen látogatható lesz a múzeum. Akkor holnap még és
Holnap még nem. Igen, igen, még egy kis előkészület kell ahhoz, hogy tényleg a látogatók előtt nyitni tudjunk, de május 1-én ingyenes látogatási nap, május 2-án rögtön egy zárt rendezvényünk lesz, ahol az egyházunk papsága számára mutatjuk be, hogy milyen pasztorális lehetőségek rejlenek a múzeumban, és valóban a belépő látogató az a most nyíló első nagy állandó kiállításunkon többnyire egyházművészeti alkotásokat és liturgikus tárgyakat láthatnak. Ugyanakkor ezeket törekedtünk arra, hogy ezeket olyan látványosan és izgalmasan, interaktív módon mutassuk be, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a többnyire ismeretlen, egzotikusnak tűnő tárgyakat egy picit közelebbről megismerjék. Egyrészt a történetüket, másrészt a funkciójukat, harmadrészt pedig azok a játékos tartalmak, amiket a kiállításban elhelyeztünk, akár a fiatalabb korosztály gyerekek vagy a játékos kedvű felnőttek számára is befogadhatóvá teszik ezeket a műtárgyakat. Nehéz lenne egyetlen műtárgyat kiemelni. A kiállítás első nagy tematikus egysége az a Fa templomok világa címet viseli, és azokat az alkotásokat láthatják itt a látogatók, amelyek Magyarországon az egykori Munkácsi egyházmegye területén egészen a 18. századig ugye fa templomok voltak többségében, ezek a fa templomokat elbontották, kőtemplomokat építettek, viszont azok az ikonok, amelyek ezekben a fa templomokban voltak, ezek megmaradtak, valahogy áthagyományozódtak a kőtemplomokban és megőrizték. Ezekből van egy gyűjteményünk, és ezeket láthatják. Az első műtárgyunk, amit a kiállításon láthatnak, oszlopos Szent Simeonnak az ikonja. Ez azért is különleges, én személyesen is nagyon szeretem. Ez az ikon Makoshogykáról származik, ott ma már nincs görögkatolikus közösség, a Sárospataki görögkatolikus templom őrizte meg ezt az alkotást, és az 5. században tisztelt oszlopos szentet ábrázol, nagyon különleges, letisztult, ilyen görögös stílusban, és ennek a szentnek a tiszteletét a 17.-18. században egy tokajhegyaljai közösség választotta magának védőszentül. Tehát azok a kulturális összefüggések, amik a keleti egyház kulturális hatását és jelenlétét megőrizték egészen a 18. századig itt Magyarországon, ezek épp a fa templomok világának az ikonjai. Az épület legfelső szintjén restaurátor műhely is található. Igen. Ebből adódik a kérdés, hogy milyen állapotban vannak most ezek a görögkatolikus emlékek, tárgyi emlékek, mennyire van szükség egy ilyen műhelynek a létrehozására? Tehát természetesen a kiállításon látható tárgyak, ezek tisztított, restaurált állapotban vannak, viszont a raktárainkban még jelentős számban vannak olyan alkotások, amelyek restaurálásra várnak. Ez az egyik vonatkozása, tehát hogy a nálunk lévő műtárgyaknak a konzerválása, tisztítása, restaurálása. Másrészt pedig, hogy nagyon sok olyan egyházközségünk van, olyan közösségünk, ahol a templomokban vannak olyan egyházművészeti alkotások, akár ikonok, festett fatárgyak, amelyek bizony restaurálásra, tisztításra várnak, és az a reményünk, hogy ha teljes kapacitással el tud indulni ez a restaurátor műhely, akkor a saját egyházi közösségeinket is ki tudjuk ezzel szolgálni. Az épületben található néhány olyan szállásszoba, ahova kutatók, gondolom őket lehet meghívni, elszállásolni. Erre is nagy szükség volt? Tehát ez is egy olyan igény, amelyet be kellett tölteni? Ezt az igényt, rögtön az beszélgetésünk elején említett, hogy egy több funkciós épületről van szó valóban, a múzeum mellett tanulmányi ház is ez az épület, a görögkatolikus hittudományi főiskolának a tanulmányi háza, és itt rendszeresen tartanak kurzusokat külföldről érkező professzorok, egyrészt nekik szálláshely, másrészt az ide érkező, tehát vendégtanároknak, azon kívül konferenciákat szervezünk, minden évben van 3-4 olyan nemzetközi konferenciánk, ahol Magyarországról és külföldről is érkeznek vendégek, tehát a vendégeket el tudjuk szállásolni, és ezen túl a hétvégi levelezés órákra érkező hallgatók számára is itt van szállás lehetőség. Tehát ez az elmúlt, mondanám, hogy ez elmúlt évtized oktatási tapasztalatai hívták létre azt, hogy legyenek saját vendégszobáink.
Múlt héten csütörtökön volt a protokoll megnyitó, nyilván annak volt egyfajta híre. Van-e már visszajelzés vagy érdeklődés, hogy tapasztalják, mennyire néznék meg szívesen, akár a térségben, akár a vármegyében, akár pedig országos, vagy akár világszinten, és mennyire izgalmas. Nagyon érdekes ez, igen, csütörtökön volt a megnyitónk a köztársasági elnökasszony jelenlétében, és már pénteken, és a mai napon is már csoportok jelentkeztek be ennek a hírére, hogy Nyíregyházára tervezik, vagy a környékre tervezik a családi, vagy valamilyen csoportos kirándulást, és akkor megnéznék a múzeumot. Mindenkinek május 1-e után tudunk rendelkezésre állni. De már jelentkezni azért lehet? Jelentkezni lehet, hogy ne. A irodakukac.görögkatolikusmúzeum.hu e-mail címen lehet bejelentkezni hozzánk. Azáltal, hogy a világon még egy ilyen nincsen, hogy látja Nyíregyháza szerepe, már az ilyen szakrális szerepe kicsit megemelkedett? Mindenképpen, igen. A múzeum a görögkatolikus metropólia intézménye. A görögkatolikus metropólia fogja össze Magyarország egész területén élő görögkatolikusokat, a három egyház megyét. Ezzel együtt is tradicionálisan régi püspöki központ, a görögkatolikusok püspöki központja Nyíregyháza. Tehát ilyen értelemben, aki a görögkatolikus egyház története, egyház művészete iránt érdeklődik, biztos, hogy ide el fog jönni. Ugyanakkor a múzeumunk küldetése kettős, nem csak a görögkatolikus egyház művészet és történelem emlékeit gyűjtjük, hanem a Magyarországon fölelhető keleti egyházi tevékenységhez kapcsolódó tárgyi emlékeket, és így éppen a nyitásra két időszaki kiállító termünkben egy 250 darabos ikongyűjteményből válogattunk, ami egy hagyaték, ami bekerült hozzánk. Tehát ez is mutatja, hogy nagyon sok olyan érték van Magyarországon, akár magánkézben is, amit szeretnének megfelelően méltóképpen elhelyezni, nyilvánossá tenni. Így került hozzánk például egy magángyűjtőnek ez a nagyszerű hagyatéka, és ebből most egy válogatást láthatnak a látogatók. Nyilván az intézményben is van raktár, de úgy látja, hogy ha így megyünk előre, akkor előbb-utóbb azon kell gondolkodni, hogy még hol lehet a közelben valahol épületeket felépíteni? A tervezés során előrelátóak voltunk. Két épület szárnyunk úgy van kialakítva, hogy a padlástérben tovább lehet bővíteni a raktári lehetőségeket. Bizonyára kell is majd. Remélem, hogy igen. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én köszönöm. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb ezzel a műsorral szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Surányi György korábbi jegybankelnökkel is beszélgetünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.